Tüdő, emlő, végbél, szájüregés, prostatarák, ezek a leggyakoribb daganatos betegségek hazánkban, tájékoztatott az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. Kásler Miklós hozzátette, folyamatos a betegszám növekedés Magyarországon. Szerinte az elsődleges cél az, hogy a rákkeltő tényezőket, legyen szó túlsúlyról, alkoholizmusról vagy dohányzásról, kiiktassuk, valamint egyre több úgynevezett populációs szintű szűrés legyen elérhető. Magyarországon az évi daganatos megbetegedések száma jelen pillanatban kb. 58 ezer, bőrdaganatokkal együtt 80 ezer. A gyakoriság száma évről évre emelkedik, a jó hír az, hogy a halálozások nem tartanak ezzel lépést, sőt 1999-ben volt a legmagasabb a daganatos halálozás, és az azt követő években ezt a számot soha többé nem érte el. A főorvos hozzátette, a kialakult daganatok mintegy 50%-a gyógyítható, ehhez hozzájárul a kórházak fejlesztése is. Mint mondta, az állam az elmúlt 4 évben mintegy 400 milliárd forintot fordított az egészségügy fejlesztésére. Minden onkológiai központ fejlesztése párhuzamosan történik, de differenciáltan, mert van, ahol épületekre volt szükség, van, ahol gépekre, van, ahol új disziplinák, új szakmák megjelenésére, és ebbe a sorba illeszkedik Nyíregyháza, tehát itt is a hiányoknak a pótlása történt, meg új technológiák bevezetése, illetve a megfelelő épületeknek, eszközöknek, műszereknek a rendelkezésre bocsátása. Az új onkológiai tömb műszaki átadása tavaly októberben már megtörtént. Az épületben 40 helyett már 70 beteget tudnak majd fogadni, valamint a legmodernebb és leggyorsabb kezelések lesznek elérhetőek. Gyakorlatilag itt most már elindultunk, tehát most már az első betegeket elkezdtük kezelni. Ezek a betegek, ezek már gyógyulnak itt. Ezt fokozatosan fogjuk tudni a betegeinket elindítani. Nem szeretnék, hogy mondjam, olyan dátumot mondani, amit nem tud az ember későbbiek folyamán tartani. A számításaink, a szakemberek számítása alapján, akik ezzel foglalkoznak, ez egy olyan 6-8 hetes időszakot vesz igénybe, amíg teljes mértékben el nem tudunk indulni. Én ebbe reménykednék. A főigazgató hozzátette, az új onkológiai központ a tömb kórház projekten belül épült meg, a jelentős beruházás átadása november elejére várható.